Vendégünk Kónya Merlin Renáta, akinek egy szűk óra múlva kezdődik Önálló estje kövek címmel. Szia Renáta, jó estét! Szia! Ilyenkor gondolom, hogy nagy az izgalom már egy színésznőben, főleg akkor, amikor egy önálló estről van szó, hiszen itt azért nincsenek ott a kollégák, akik esetleg valamilyen kellemetlen helyzetből kihúzzák az embert, de hát bízunk benne, hogy ma este minden rendben lesz. Viszont ugye ez egy nagyon érdekes darab, hiszen három nő életét, illetve karakterét jeleníted meg majd itt a színpadon. Egy kicsit mesélj erről a három nőről, és hogy melyik az, amelyik mondjuk a leginkább a te személyiségedhez, szívedhez közel áll. Mind a három nő az élet különböző kérdéseit feszegeti, és mindannyiuknak van egy közös pont, ami majd észlelhető az előadás során. Igen, már készülök az estére, úgyhogy már lényegében benne vagyok. Már átlényegültél. Még nem lényegültem át, csak már a fejben ott vagyok. Igen, igen. És melyik a három karakterből az, amelyik esetleg tényleg közel van hozzád, vagy egyáltalán ilyenkor van-e mondjuk olyan pillanat, amikor azt érzed, hogy ez egy kicsit, mintha én lennék, vagy akkor hiteles az alakítás, hogyha mind a háromban ott vagy te? Természetesen, vagy hát nem tudom, hogy természetesen az így alakult, hogy mind a három nőből van belőlem valami. És az az én titkom, lényegében a színész titka, hogy mi az én kis csomagom ebből a három nőből. Nyilvánvalóan ugye maga ennek az önálló esnek a gondolata sem merült volna fel, vagy éppen ennek a darabnak, hogyha nem találtál volna egy kicsit magadra ezekben az alakításokban. Egyáltalán hogy jött az ötlet, hogy ezt állítsátok színpadra? Az egyetemen az osztályfőnököm egy feladatot kért az osztálytól, hogy egyéni munkaként készítsünk valami egyénit, amiben csak egyedül vagyunk, akár egy monodrámát. És ez sajnos az egyetemi éveim alatt nem sikerült. Úgy volt, hogy a ötöd évben el tudom készíteni, viszont közben jött a meseautó, és a színház megkért arra, hogy csúsztassuk ki ezt a munkát, így erre az évadra készült el. Na, beszélünk majd a meseautóról is egy kicsit, de azért mégis most ugye ennek a meghívásnak az apropója végülis a ma esti előadás. Ebben az előadásban ugye a nézők téged látnak, de hát van mögötted egy tím, vannak emberek, akik kitalálták, akár komponáltak hozzá, itt Szirtes Edina Mókusra gondolok, akinek ugye a zenéjét köszönhetjük ennek az előadásnak, és egy különleges nő. Milyen volt vele együtt dolgozni például? Edinával egy nagyon intenzív munkám volt, tehát hogy rövid idő alatt, tehát ő sokat dolgozott otthon ezeken a loopokon, és inkább a ott megszületett zenéken, amit otthon ő, három darab mű van, ami gépről megy, a többit azt ott élőben hozom létre, és nekem Edina olyan, mintha önmaga egy zenemű lenne. Tehát valahogy a költőket így tudom elképzelni, hogyha így járnak a világban, akkor mindent így rímekbe gondolnak. Na, Edina szerintem pont így van a zenével. Úgyhogy egy nagyon-nagyon fontos és egy nagyon jó találkozásom volt vele ezzel a munkával kapcsolatban. Voltak egyébként mély pontok, vagy nehéz időszakok, amikor próbáltatok? Nem. Tehát minden most már felhőtlennek. Nem is az, hogy felhűtlen, de úgy különösebben mélypont nem volt. Na hát ne is beszéljünk mélypontokról, ugye főleg az előadás előtt egy órával, hiszen ilyenkor azt gondolom, hogy minden energiát tényleg a pozitív dolgokra kell fordítani. Mi lesz az utóélete? Már most lehet tudni, hogy hányszor fogod játszani? Ma este lesz hivatalosan az utolsó előadásom, mert ebből négy előadást tűztünk ki, az NKA-nál pályáztunk, és nagyon szeretném utaztatni majd, mert ugye minél többet játszom, annál nagyobb mértékben az enyém az anyag. Tehát, hogy már ma este is más lesz bennem, mert abszolút a szöveg birtokosa vagyok, a zenének a birtokosa vagyok, és egyre mélyebbről jönnek azok a gondolatok, amiket a nők elmondanak. Tulajdonképpen a te
életed is ebben a színházban valahol ugyanez a folyamat, ugye? Hiszen itt gyakornokoskodtál, és most már a Móricz Zsigmond társulat teljes értékű tagja vagy. Ez az év ugye most már hozza a munkákat. Hogy élted meg mondjuk azt az időszakot, amikor még csak gyakornok voltál? Egyáltalán érzi-e ilyenkor az ember, hogy vannak mondjuk a valóban már évek óta társulati színészek, vagy tényleg egyenértékű partnerként fogadtak már el akkor is, hogy élezted? Egy nagyon családias, nagyon baráti társulat van itt Nyíregyházán, és egyáltalán nem éreztették velem azt, hogy te most gyakorlaton vagy, úgyhogy tudod, hogy hol a helyed, hanem így befogadtak ebben a fészekbe, és időm nem volt gondolkodni, hál' Istennek, mert rengeteg munkám volt már a gyakorlati időszakomban, és ebben az évadban is nagyon sok előadásom van, és több este is színpadon vagyok. Majd lassan délelőtt is. Mit újra. Tudtál a színházról, mielőtt ide kerültél, vagy Nyíregyházáról? Nem túl sokat, mert Kaposváron voltam az egyetemen, és ott egy nagyon intenzív 4 év bezártság volt, tehát én úgy éltem meg, mintha Shaolin papok lettünk volna, vagy a zárdába mentünk volna el. Úgyhogy most kezdek kinyílni a szakmába is, egyre több színházat jobban megismerni, hogy milyen. Na, akkor egy kicsit még erről az évről meséljünk, miben láthatunk, majd mire készülsz. Most a Kék bolygó című mesedarabot próbáljuk Bal Józseffel. Azt követően pedig a Bob Herceg lesz, amit Göttinger Pál rendez. Úgyhogy bemutatjuk a Kék bolygót, februárban egy intenzív előadássorozatunk lesz, duplázunk délelőtt, este meg vagy meseautó, vagy gyilkosság meghirdetve, amit Zsótér Sándor rendezett, és márciusban kezdődik a Bob Hercegnek a előkészülete, próba folyamata. A mai műsorban még vendégünk lesz a színház direktora is, aki majd gondolom, hogy a legekről is mesél, de azért a nyíregyházi közönség egyik legnagyobb kedvence a meseautó, amelyben ugye téged is láthatunk. Milyen érzés ebben az előadásban részt venni, benne lenni és érezni a közönség szeretetét? Ez az első főszerepem kőszínházban, a meseautó, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egy zenés előadásban vehettem részt, vagy zenés előadásban dolgozhatok. És hát az egész egy nagy trúváj, csodálatos a társulat, mindig ámulok Puskás Tivadaron, hogyha épp egyik este rájön az improvizáció, és nagy pillogó szemekkel nézem, de közben úgy, hogy a nézők ne vegyék észre, hogy pusit figyelem, hogy épp aznap este mit alakít. Tulajdonképpen ez nem is munka, hanem egy ilyen örömködés, nem? Vagy nem úgy éled? Hivatás. Hát akkor azt hiszem, hogy tényleg egy ilyen meseautószerű világba csöppentél így hirtelen Nyíregyházán, és remélem, hogy az önálló esteden túl is lesznek még, illetve sok-sok olyan lehetőséged lesz, amelyben különleges élményeket oszt meg a nézőkkel, és te is egyre sok, vagy egyre több oldaladat csiszolt, hogy tényleg mint egy gyémánt csilloghass majd ezen a színpadon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, és nagyon-nagyon szorítunk. És akkor fél nyolckor. Előadás a Krúdi Kamarában. Sok sikert kívánok. Köszönöm.